Sziasztok! Előző videónkban ö, átnéztük, hogy a kábelnek a belseje milyen is lehet. Pászmákról beszélgettünk, mikromodulokról. Most vizsgáljuk meg a kábeleket felhasználási területük szerint, és nézzük meg, hova mégis milyen paramétereket kell figyelembe venni, hogy megfelelő kábelt választhatok. Térünk ki ma a légkábelekre. A légkábeleknek a legeslegfontosabb paramétere, az a fesztáv. Ezt vagy méterben kell tudnunk, vagy kilónyútonban, azaz azt a szakító szilárdságot kell megmondjátok, amit a kábelnek ki kell bírnia. Most van, aki megközelíti a végletektől, tehát egy maximum mit kell kibírni, és hol szakad el a kábel, vagy vagy hol ö, sérül a kábel úgy, hogy, ö, hogy már nem használható. Van, aki a úgynevezett everyday test adja meg, tehát az üzemi fesztávot, üszemi húzóerőt, nekünk a kábel kiválasztáshoz mindegy, csak jelezétek, hogy ti melyik paramétert adjátok meg, vagy melyiket ismeritek. Ha a kábel szerkezeteket nézzük, akkor ennek tudatában majd 4, 6, 9, 12, 15 kilométeros kábelt szeretnétek venni, meg tudjuk már választani azt a szerkezetet, ami a legideálisabb. Nagy fesztávokról beszélve, 4, 6, 9 és nyilván fölfele kinyújtotokban, jellemzően a klasszikus ADSS kábelek jöhetnek számításba, hát ők. Van egy vastag kábelköpenyünk, egy vagy két réteg megfelelő vastagságú AD, aramid, ez a lelke az egésznek. Itt nem lehet csak és kizag aramid lehet légkábelben, ami a hosszanti húzóerőt viseli, illetve ami nagyon fontos lesz még a kábelünkben, az a FRP rúd, ami egy adott vastagság után vagy, ö, már poliétillenő is be lesz vonva, ez az, az, azért fontos, hogy az puhább, mint az FRP, és hogy ne nyomja a szálakat, vagy pontosan a pászmákat, miközben nagy erők feszítik a kábelt, és ezek a pászmák, amik a normál esetben hogy ezt az SD-sordást kapják, ugye szépen feszülnek, és ráfeszülnek egymásra, illetve a központi merevítőre. Ha nem nagy fesztávról beszélünk, hanem klasszikus lefedőhálózatot építünk, tehát azt mondom, maximum fél 3 kN, 80 méteres fesztáv, ott ugye lehetnek a klasszikus RDSS kábeleink, amik szóba jöhetnek, itt már inkább a szálszám lesz, ami, ami dönt a szerkezetről, meg hogy kinek mire kényelmes dolgozni. Ebben az esetben szóba jöhetnek már a mikromodulos lépkábeleink is, Ezeket 288 szállék különböző modul szerkezetben szintén tudjuk gyártani, egyre közkedveltebbek. Pontosan azért, amit az előző videókban is mondtunk, hogy hajlékonyabbak, tehát könnyebb föltartalékolni belőlük egy szerelvény, főleg nagy százszabot, nagy pászma számot, mint a klasszikus ADSS kábelből. Ennek a szerkezete is hasonló kép néz ki az ADSS-hez, van egy vastag polietilen köpenyünk, megfelelő mennyiségű aramidunk, annyi a különbség, hogy itt nincs központi FRP merevítőnk, két FRP van bele Égetve a, bele, az, a köpenybe. Ezt nem tudom nektek megmutatni, de majd higgyétek, hogy ott van, vagy egy keresztmetszeti képen az adatlapon látjátok. Ezeket 80 méterig lehet feszíteni, átmérőre, át, körülbelül egyformák, csak hajlik olyan maga a kábel, illetve kis szálszámban, az azt jelenti, hogy maximum 48 szálig, szóba jöhetnek a lapos kábelek. Ezeknek több előnyük van, meg van egy hátrányuk. Az az előnyük, hogy lapos, és az a hátrányuk, hogy lapos. Azért, mert nagyon-nagyon olcsó hozzá a feszítő szerelvény, viszont onnantól, hogy lapos, ugye egy irányban tud csak hajlani, másik irányban nyilván nem. Az oszlopon nem gond, mert kirúgja magát a kábelt, és úgy, hogy bele tudjátok venni a kanyart, viszont kicsit körülményesebb megpucolni. Két szerkezet létezik belőle, van 12 szálig, amikor középen van egy pászma, és kívül két FLP tud merevítőnek, arra, amit ott természetesen itt is találunk, illetve 24 szálltól felfelé egészen 48 szálig az a szerkezet, amikor belül van az FLP, és hogy látjátok, kívül van két pászmánk. Ez pucolásnak kell figyelni, hogy kívül vagy, vagy középen húzuk végig a kést a köpenyen. A pászmága pedig természetesen szokás módon gélel ellátva ott van jellemzően 12, vagy amint kértek, száll. hogy említettem, ez egy árértékben nagyon olcsó megoldás, de lassabban lehet vele dolgozni. A mikromodulós kábel az nagyobb szálszámot bír el, viszont sokkal gyorsabban lehet vele dolgozni. Szerintem nincs ultimate megoldás, megfelelő feladathoz megfelelő kábelt kell ebben az esetben is választanotok. Szintén légkábelek közé ö, sorolnám az ügyfélbekötéshez szükséges kábelt, mert az oszlopról valahogyan el kell menni az ügyfélhez. Erre rengeteg kábelszerkezet létezik, egy vagy két szálas kivitelben. A nálunk legjobban eladott, legkedveltebb kábel az AeroDR, ez egy poliuretán köpenyű, nagyon-nagyon lágy kábel. Ahogy szintén ezt a, a szálakat szálakkal összehasonlító videóban említettük, ebben az esetben is A1-es, tehát a 57 A1 vagy A2 szálakat érdemes használni, és ez jellemzően 50 méterre feszíthető egy vagy két szálas kivitelben. Feszítés és a távolságok. Nem mindegy, hogy egy kábelt Magyarországon telepítjük le, vagy az Alpokban, vagy a Sivatagban. Hogy milyen edők fognak hatni rá, itt gondolunk a téli szél- és jégtelthelésre, ezek mérnöki feladatok eldönteni, hogy hova milyen kábelt kell telepíteni. Mi abban tudunk segíteni, hogy erre van egy szabvány, ez egy amerikai szabvány, a NESC, ahol felosztották egész Egyesült Államokat, és megmondták, melyik régió milyen NESC besorolásba kerül. Van light, medium és heavy. Ha Megnézzük ott az a, a szabványban lévő paramétereket. Magyarország leginkább a médium kategóriába esik, még mondjuk Lengyelország a heavybe. De ö, a biztos a kedvéért, hogyha tőlünk kérdezitek, hogy milyen kábelt vigyetek, és festávot adtok meg, akkor mi mindig a heavy paraméterekkel fogunk számolni. De mindig megkapjátok az adatlapot, hogy természetesen ezt is saját magatok tudjátok mérlegelni, mert nagy különbségek vannak egy kábel, amit mondjuk médiumban feszíthető 120 méterig, az heavybe lehet, hogy csak 90, light-ban pedig 170. Nagyon-nagyon nem mindegy, hogy melyiket veszitek figyelembe, mert a végén leszakad a kábel, vagy akkor olyan terhelést kapnak a szálak, hogy csillapítás fog fellépni, és nem fogjátok tudni, hogy miért. Röviden így szerettem volna mesélni nektek a légkábelektől, bármi kérdésetek van, jelezétek, válaszolunk rá, és várlak benneteket a következő videónkban. Sziasztok!